Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. A mai nap konkrétan egész nap vonatozni fogunk, méghozzá 108-as Eger-Debrecen vonal, vagy Füzesabony-Debrecen vonalon, bocsánat. És mindjárt mondom, hogy el fogunk menni Balmazújvárosig a mai napom az évben másodjára közlekedő Tiszató Expresszel, ami most még csörgőben van kiadva, majd nyáron lesz érdekesebb. És ugye abban lehet normálisan videózni, mert feskekocsi lesz, meg azt hiszem két bicikli szállító. Na mindegy, majd meglátjuk. Itt Balmazújvárosban lesz egy óránk, majd onnantól el fogunk menni Debrecenig, egy Eger-Debrecen interrégióval, ami úszgyi lesz sajnos, és Debrecenben lesz két óránk, ott fogunk videózni, majd Debrecenből átszállás nélkül jövünk haza, szintén egy egri interrégióval, ami szintén egy úszgyi lesz, mondjuk ennek nem örülök, de hát ez van. No, meg is indulunk. El is indultunk, és elfoglaltuk a méltó helyünket a BHV-s bicikli szállítóban. Most következik a vonal legszebb része, a Tisza. Thank you.
Elhagytuk Tiszafüredet, és innentől lesz unalmasabb egy kicsit a vonal. Lassan egyébként megérkezünk Balmazújvárosra. Balmazújvárosba. És... hát én nagyon szeretem ezt a vonalat. Nagyon szép, amikor átmegyünk a Tiszán, meg... hát igazából ez egész jó. És a Tisza túlsebest, azt is nagyon imádom. Azzal mindig jó utazni. Hat puszta kulcson haladtunk át, és innen ágazik ki, most nem tudom merre a vonal, az óvat puszta kulcs. Nem biztos, hogy görög szállás, de én erre emlékszem. Ugye ott már rég megszűnt a személyszállítás. Itt fog kiágazni mindjárt.
itt van a kiágazása. Onnan indul a Hortobágyi kisvasút. Novagé is érkeztünk Balmazújvárosra, megint, és közben érkezik Debrecen felől egy interrégió, az nem annyira érdekes most. És hát majd mi is valószínűleg egy ugyanilyennel fogunk tovább menni Debrecen felé. Na és ezzel a csodával jöttünk. Most körüljár a csörgő, utána szét fogunk itt nézni az állomáson, mivel lesz több mint egy óránk. És ezzel a szerelvénnyel jöttünk. Hát jó lenne, ha nyáron is ilyen lenne, csak ugye nyáron... Na hát ilyen kocsit sem fogunk látni a nyáron, az biztos. Thank you.
No, megérkeztünk Debrecenbe, most még el fogunk menni egy gyroszosba, majd utána fogunk egy kicsit videózni, itt egy órácskát. Elvileg jönni fog egy Máté Szalkai személy is, hörgővel, meg még valami, meg még egy hörgő, majd, na mindegy, ezt majd meglátjuk. És ezzel az Uzsival jöttünk, és ezzel is fogunk menni hazafelé, sajnos. Életemben először fogok videózni egy interpicit, ami nyírábrányból jön mindjárt. Hát nagyon durva ez az uzsizás. Még több mint egy óra van hátra, de már elültem teljesen mindenemet. Sikerült megérkezni Egerbe. Amúgy nem volt olyan durva ez a 2,5 óra, de egy ideig biztos nem fogok uzsgizni. Szerintem kimaxoltuk ezt a vonalat. És remélem, hogy ez tetszett nektek. Ha ez így van, akkor iratkozzatok fel és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!